A Haza című film premiérjét teltház előtt tartották szombaton este a Vörösmarty Színházban. A bemutatót megelőzően Vakler Lajos újságíró a Napló tulajdonosaival, Kormos Antal nével és lányával Kormos Bernadettel, valamint a producerrel Kovács Szilviával beszélgetett az érdeklődőkkel csordultig telt színházi kávézóban. Nagyon-nagyon izgatottak vagyunk, mindenki az egész csapat. Nem is hiszem el, hogy eljött ez a nap, egyszerűen tényleg felfoghatatlan. Nagyon remélem, hogy tetszeni fog, hiszen ez a legfőbb célunk, hogy tetszen, és hogy elérje azt a hatást és azt az üzenetet, amit mi szeretnénk ezzel a filmmel átadni, mert hogy egy fontos naplóról van szó, ami valószínűleg így most már az örökké valóságnak meg fog maradni, amivel ugye ez volt a célja Lantai Mária Józsefnek, hogy megmaradjon. Bár lehet, hogy nem tudta és nem tudatosan csinálta, de egyszer csak Székesfehérvárra hazakerült ez a történet. A film ötlete 2022. decemberében fogalmazódott meg Kovács Szilvia televíziós szerkesztő riporter fejében, amikor a Kormos család eljuttatta hozzá az évtizedek óta őrzött naplót. A televíziós szakember abban a pillanatban felismerte, hogy egy felbecsülhetetlen értékről van szó, aminek nyilvánosságra kell kerülnie. A család megőrizte, vagyis a halála után én 50 évig ezt az iratot elhoztam, megmutatom, hogy mi járta meg fél Kelet-Európát, hogy ideért Magyarországra. A bemutatón köszöntőjében Varga Tamás, Székesfehérvár országgyűlési képviselője, miniszterhelyettes köszöntötte a közönséget és az alkotókat. Mint mondta, Kovács Szilvia és alkotótársai egy fantasztikus filmmel tisztelegtek a 17-es gyalogezred székesfehérvári hőse előtt, és emléket állítottak minden magyar katonának. Kovács Szilvia és alkotótársai elhagyták a járt utat a járatlanért, és sántak egy fantasztikus filmet, amely film egyszerre egy emlékezés és egy tisztelgés egy székesfehérvári katona előtt, az 17-es gyalogezred egy katonája előtt, és nem csak egy katona, hanem a gyalogezred és minden magyar katona előtt egyszerre emlékezik és tiszteleg azok előtt, akik a legdrágábbat is feláldozták az otthonukért és a családjukért. Csepakovics András Székesfehérvár polgármestere videóüzenetében úgy fogalmazott, hogy az alkotás Székesfehérvárról, a helyi közösségről, számos családról és egyéni sorsról is üzen. Az alkotóknak hála ez a film lehetőséget és alkalmat ad arra, hogy a bemutatót követően az iskolákba is el lehessen juttatni, és egy rendhagyó történelem óra keretében lehessen róla beszélgetni. Ez a film jól megmutatja a háború és a béke közötti különbséget. Megmutatja a háború borzalmait, azokat is és azokra is utal, akik nem térhettek haza, hanem meghaltak akár az első, akár a második világháborúban, vagy más csatákban, de azoknak a sorsára is rávilágít, akik megsebesültek, vagy éppen hadifogságba kerültek, és gyötrelmeket követően nagy nehezen juthattak csak haza. De szól azokról a családokról, szerettekről, barátokról is, akik pedig itthon aggódtak, vártak, adott esetben pedig aztán örülhettek, hogy valaki hazatérhetett hozzájuk. A film Kovács Szilvia producer és Matusz János forgatókönyvíró rendező alkotásában készült el. A főbb szerepekben Varga Gabriella, Schneider Zajákos, Kovács Máté, Csutarás Emma és a Csíkcsomortáni Lármafa Egyesület színjátszói láthatók. A film zenéjét Cserta Balázs szerezte, míg a képi világról Megyeri Zoltán és Pető Gábor operatőrök, valamint Szentmiklósi Dávid vágó gondoskodott. A rendező asszisztens Perce Ilona volt.